olvasmányt az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter és János a 9 óra imádság idején fölmentek a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert. Minden nap letették a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy a templomba menőktől könyöradományt kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint be akartak menni a templomba, alamisnáért könyörgött hozzájuk. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá, nézd ránk! Erre rájuk emelte tekintetét, reménykedve, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki, aranyom ezüstöm nincsen, azt adom neked, amin van. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Majd a jobb kezénél fogva felsegítette. Erre annak erőszállt a lábába és bokájába. Egy ugrással talpon termett, és már tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott, és dicsőítette az Istent. Amikor az emberek felismerték, hogy ő szokott ott ülni a templom ékes kapujánál, alamisnát koldulva, nem tudták, hova legyenek csodálkozásukban, amiatt, ami vele történt. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallottátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos honfitársamat felülmúltam, mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim hagyományának. Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól kezdve nem hallgattam a testre és a vérre, és nem mentem föl Jeruzsálembe, sem apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán végül fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel. Nála maradtam 15 napig. Más apostolt azonban nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság. Ez az Isten igéje. Thank you.
legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus ezt mondta neki: Legeltesd bárányaimat. Azután újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: Legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: Szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: Legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: Kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, kedves atyák, mindannyian, akik itt jelen vagyunk ezen a szép ünnepen. Jó dolog ünnepelni, mert az ember szíve ilyenkor mondhatni a legjobb formáját, a legjobb arcát mutatja. Szépek vagyunk kívül belül, fényes gondolatokkal tele. De talán éppen ezért fontos nagyon is tudatosítani magunkban, miről is szól az ünnep. Kiről szól az ünnep? Hát persze mondhatjuk, hogy itt ül a hátunk mögött kedves János, nagyon örülünk neki, hogy pap lett belőle, hát ez mégis csak az ő ünnepe. Betöltött egy bizonyos életkort, elvégzett egy iskolát, még le is diplomázott. Azt lehet mondani, tán értelmes is, még lelke is van. Hát itt ülünk most és megünnepeljük, hogy pap lett belőle. Azonban én azt hiszem, hogyha az új misének az igazi szívét meg akarnánk ragadni, ennél mélyebbre kéne hatolnunk. Mert ha csak ennyit látunk, akkor azt hihetjük, hogy hát van néhány különös lelki állapotú, mentális vagy pszichés státuszú férfi ember, aki elmegy papnak, és ez milyen jó. Legyen, aki misézik. Lesz, aki gyóntat. Mintha itt a történet valahogy egy férfi ember meg az Isten között játszódna le. Ez az ő történetük, ez az ő nagy szeretetük kapcsolata, mi meg körülálljuk őket és megtapsoljuk az ünnepeltet. Nagyon nem így van. Baj lenne, ha így lenne. Baj lenne, hogyha a papság szentsége a pap személyéről szólna. Tragédia lenne, hogyha a papi hivatás arról szólna,
hogy egy ember a szívében milyen négy szem közti kapcsolatot ápolgat az Istennel. Tragédia lenne. Mert ha meg akarom érteni, miért vannak papok az egyházban, akkor magához, Jézushoz kell visszatérnem, és az egyik evangéliumi hely nagyon szépen megfogalmazza a lényeget. Jézus végignézett a sokaságon, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Nem azt írja az evangélium, hogy Jézus végignézett a sokaságon, talált három talpra esett fiút, akinek volt már teológiai diplomája, és pappá szentelte őket. Ez a történet nem rólunk, nem Jánosról szól. Ez rólatok szól. A nép értelmezi a papot, és nem a pap a népet. A nép nélkül értelmetlen bármilyen papságról beszélni. Lehet sámánokról, varázslókról, pogány papokról úgy gondolkodni, hogy fönnülnek valami szent helyen, és akkor ott közvetítenek az Isten meg az ember között. Jézus Krisztus papjai nem lehetnek ilyenek, mert Jézus Krisztusnak népe van. És Jézus Krisztus szavai többes számú szavak, rólunk szólnak, és nem egyénekről. Ahogy nincsen egy-egy szám első személyi lelki élet sem, ami rólam szól, ugyanúgy nincsen egy-egy szám első személyi papi hivatás sem, mert az is a népről szól. És ott van ez a mai evangéliumi szakaszban is, ahol Jézus háromszor rákérdez Péternél, szeretsz engem? Háromszor válaszol így úgy, mondhatni formálódik a prés alatt ez a szegény Péter, talán már érzi, micsoda háttere és micsoda távlata van ennek a beszélgetésnek, de mit kap viszont válaszul Jézustól, amikor kimondja, hogy én szeretlek téged, akkor legeltesd a juhaimat. Nem azt mondja neki Jézus, jaj, de jó, akkor barátok vagyunk, elmegyünk ketten együtt, nem tudom én, Názáretben, egy vendéglátóipari helyiségbe, és együtt töltünk egy szép estét, Péter, mert szeretjük egymást. Ha te tényleg szeretsz engem, akkor legeltesd a juhaimat. Ne velem akarjál valami privát kis viszonyban elbújni, hanem az enyéimmel törődjél. Mert Jézus és az ő egyháza, az ő népe valami módon egy. Talán emlékeztek arra a történetre, amikor Saul Damaszkusz felé leesik a lováról, megvakul és megtér. Mit kérdez tőle Jézus? Miért üldözöl engem? De hát Jézus nem is üldözte Saul, hát nem is ismerte személyesen. Saul a keresztényeket üldözte, az egyházat üldözte. De ez Jézusnak olyan, mintha vele történne. A nép gondja az az Isten gondja. A nép szenvedése az az Isten szenvedése. A nép baja az az Isten baja. Minden aggodalmunk, nyugtalanságunk az Isten szívét égeti, és valahogy válaszolni akar. És igen, emberekhez szól embereken keresztül. Embereket küld az emberek közé. A papság szentsége nem megérthető Istennek enélkül, az égő, aggódó szeretete nélkül. Ez állítja a papokat. Nem valamiféle elvont, furcsa gondolat, hogy azt tegyék, amiről az olvasmányban hallottatok. Nem is annyira a csodás gyógyulás ott a szép, hanem amit utána ír az apostolok cselekedeteinek könyve.
Péter megfogta a jobb kezét, és fölsegítette őt. Nem valamiféle távgyógyítóként messziről küldött rá egy áldást, hogy jól érezze magát, hanem mondhatni leereszkedett az ő valóságába, lehajolt az ő életébe, az ő szenvedését a sajátjává tette, és fölemelte őt. Ahogy a magáról az Istenről írja a próféta, a meghajlott nádszálat nem töri le, a pislákoló mécses belet nem oltja ki, mert ő nem büntetni, hanem fölemelni akar, mert ő nem legyőzni, hanem megkegyelmezni és irgalmazni akar. És ehhez kell neki kézedben a világban, aki megfogja a másik ember kezét. A pap az lehet a hivatásában. Kell neki száj nyelv, ami kimondja az irgalom evangéliumát, a pap lehet ez a száj és ez a nyelv a világban. De mindez Isten aggódó szeretetéről, rólunk az ő népéről szól. Ezt kell nagyon mélyen megérteni, hogy valóban helyén kezeljük, mit is jelent, hogy a papság szolgálat. Amit Pál is ír a római levélben, mi nem uralkodni akarunk rajtatok a hiteteken keresztül, hanem a szolgái akarunk lenni az örömötöknek. Ez az a hivatás, kedves János, ami mindannyiunké. Az árnyéka sem férhet hozzá az uralkodásnak. A hit egy pillanatra sem lehet fegyver a papnak a kezében, amivel fejbe vágja, vagy királyként, vagy zsarnokként nyomorgatja a rábízott népet. Nem azért van a hit, hogy a papnak privilégiumai legyenek. Nem azért van a hit, hogy a pap magasabb státuszba jusson. Nem azért van a hit, hogy ez legyen az eszköz, ami által a pap a saját akaratát, a saját egyéniségét ráerőlteti az Isten egyházára. Itt valódi szolgálatról van szó, ahol a pap szíve lesz az érzőszívű Istennek, fölemelés megsegít, kimondja az irgalmasság szavait és megcselekszi annak tetteit. Nehéz ez az út talán, de én azt hiszem, hogy a legszebb és leghatalmasabb. Elvezethet odáig, amit Jézus ígér Péternek az evangéliumban. Nem fogsz te oda mászkálni, ahova szeretnél, majd más megmondja, hova menj, majd más megmondja, mit csinálj, majd más dönt a te sorsodról egészen a keresztre feszítésedig. Ez Jézus útja, mert aki kész a valódi szeretet igazi szavát kimondani Krisztus felé, és befogadni azt a választ, legeltesd juhaimat, annak előbb-utóbb szembe kell néznie ezzel a következménnyel is. Most akkor ijedjünk meg az új misén. Zárjuk le a prédikációt egy ilyen pessimista végkifejlettel. Jön majd X vagy Y, és jól fejbevágja szegény újmisésünket, és alkalmat ad neki arra, hogy megtapasztalja, mennyire igaz a János evangélium 21. fejezete. Azt hiszem, nem kell kívánunk, mert úgyis megkapja. Ez egy olyan bizonyosság, amivel nem fogunk nagyot tévedni. Inkább azt kell kívánnunk, hogy a nehéz időkben, de az örömben se felejts el soha, mindez miért történik vele. Miért ajándékozza meg őt az Isten a jóval, és miért engedi ránehezedni a rosszat? A nép, az Isten szeretete, az Isten kiválasztása, az a nyáj, amit legeltetni kell,
ott van a válasz. Én kívánom neked, János, hogy a jó pillanatokban érezd át, hogy az Isten kegyelme milyen csodákat visz végbe. A ti életeitek is mind csodák az Isten egyházában. Papok kereszteltek meg titeket, papok első áldoztattak benneteket, készítettek föl a bérmálásra, segítettek el odáig, kötötték meg a házasságaitokat, keresztelték gyermekeiteket, és így tovább. Ezek mind csodák a megkapott örömnek, a csodálatos kegyelmei. Egy pap ezért van, értetek, és nélkületek nincs értelme. Ha tehát ma ünneplünk, akkor apránként megértve, hogy kit is, mit is ünneplünk, vonjuk le a következtetést, jó hozzánk az Isten. Jó ahhoz is, akit kiválaszt, jó hozzánk is, aki miatt kiválaszt, jó mindannyiunkhoz, az áldással és ajándékkal, a rosszal és a szenvedéssel együtt, mert végül minden húsvétnak az útja a hitben. De ha ezt hisszük, akkor valóban egy nyájnak kell lennünk, egy népnek kell lennünk, nem megoszlónak, hanem imádkozónak, nem széthúzónak, hanem szolidárisnak, nem egymást bántónak és támadónak, hanem egymást hordozónak. Különösen egy új misén fontos ezt nem elfelejteni. Hogy ne csak most az elején ünnepeljük őt pár hétig, aztán lökjük bele a szürke felejtés hétköznapjaiba, hogy majd gyötrődjön még 50 évet, mire végre nyugdíjba mehet, hanem ennek az ünnepnek a lendületével, ennek az ünnepnek a hitével fogadjuk meg, hogy nép leszünk, közösség leszünk, nyáj leszünk, mellette vele imádságban, szeretetben, közösségben, hogy amire őt az Isten küldeni fogja, azt be tudja teljesíteni értünk és az Istenért. Ezt kívánom neked az új miséden, és hát persze sok örömet és bátorságot, a többit pedig majd az évek során megbeszéljük. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, kérjük testvéreink Urunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén örvendezve, oltárodra helyezzük adományainkat és kérünk, hogy amennyire félnünk kellene érdemtelenségünk miatt, annyira örvendjünk annak, hogy irgalmasan üdvözítesz minket, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét.
míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanítómestere, hogy ők is meghallják hívó szózatodat. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, és a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, György főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról! Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódulatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a Te szolgáid és a Te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtlen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kegyét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtlen áldozati adományt, amelyet főpapod Melchizedek mutatott be neked. Könyörögbe kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, Te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét.
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy feljövöm a helyre, hanem csak egy szóval, és megjövök az Thank you.
Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelembe, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmad, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mindig seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszít vissza tárhozat. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, mennyei szentségeddel erősítsd híveidet, akiket az apostolok tanításával megvilágosítottál, Krisztus a mi Urunk által. Isten világosítsa, vigyázza és áldja
azt a nehéz és sötös utat, amire lépünk. Ugat kérlek, ugat elnyitott szívvel a gyárvárosi, a filmiák és a társadalmasségek híveinek. János Atya, Pécsi Mögyi Kóki család nevében sok szeretettel köszöntenek, válaszok kiválasztatóhoz előkészítésért kitartás és Úr István áldását találkozik. És van még egy ajándék, Szexvárdon Kacsus is még meglepetéssel szolgált. Én is szeretnék egy kicsit talán egyenlőt, azon a mellett egy személyesebb dolog is. Hadszentelésen előtti héten kedden hazamentél szüleinket Szexvárdra. És szerdán, szerda volt, este a Facebookon olvastam egy üzenetet, azt írtam, hogy holnap késő este megyek haza. És hogy kétségbe estem, hogy hol tévedtél el, mert hazamentél Szexvárdra. Megkérdeztem, hát miért most hol vagy? És akkor visszaválaszoltál, hogy megyek haza gyárulásra. Papi, illetve a szentelésen való jelentésekben is megírtam, hogy a Témáriát otthonának éreztem. Én ezt megköszönöm neked, megköszönöm azt a segítséget, amit kaptam tőled. Egyik szemem sír, a másik nevet sír, hogy máshová néz, de tudom, hogy jó helyen néz. Én is odig indultam. És kívánom az énekek énekéről kégyengem szívedre becsítve. Amikor átéped a Jézus szíve templomnak a kapuját, akkor kér Jézust, hogy légy becsít, és ő vizet téged. És hogy már beszéltünk róla, őrizd meg a gyárvárosi Prémáni a kulcsait, és bármikor hazajöhetsz, és hogy ez eszedbe jusson, fogadj szeretettel a gyárvárosi templomnak a képét, amit szeretettel átadok neked. Nem visszaadtam, csak nem tudom hova tenni egyenlőre. Szeretném megköszönni Csaba atyának a buzdítását, Feri atyának, hogy itt lehettem egy évig. Valóban hazajöttem, Szexvárd is otthonom, két otthonom volt, két hazám. Köszönöm a támogatásaidat, a megértéseit, hiszen diplomaírásnál nem egyszer nehéz volt hozzám szólni, de akkor is szeretettel elviselt és biztosította a helyet, hogy meg tudjam írni. Nagyon türelmes volt velem. Isten fizesse meg neked ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen a mai újmisén, hogy ennyien eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk. Köszönöm a zenei szolgálatot Armannak. Köszönöm szépen, hogy a templomkaput ilyen szépen feldíszítettétek. Köszönöm a vacsora megszervezését és előkészítését, a rengeteg süteményt. Köszönöm szépen a sekrestésnek és a szolgálattevőknek, hogy ilyen szépen földíszítették a templomot. Köszönöm szépen mindannyiatoknak az imáit, az önfeláldozásaitokat, hogy elfogadtatok, hogy megszerettetek, és én is megszerettelek titeket. Ígérem, hogy nem felejtek el titeket, hogy imáimban hordozlak titeket, és még augusztus 1-ig még itt leszek a plébánián, úgyhogy még fogunk találkozni bőséges többször. Régiek azt mondták, hogy úgyis is áldásra jön, hogy kegyelemmel járni érdemes egy csizmatalpa is elfogtam előttetben, hogy felkérem János Atyát, hogy adja rá úgyis is áldását. Először a magságot fogja megáldani, majd a
Fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben és a Szentlélek erejében bővelkedjetek. Amen. Isten, ami atyánk, gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás és mindenki iránt, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok mindenható atyánk elé, amikor Urunk, Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Isten, ami atyánk, aki szeretetből, kegyelmével örök vígasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vígasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben minden jóra. A boldogságos Szűz Mária és minden szent közbenjárására, minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenem.